A fényképezőgépek keresztüzében ünnepélyesen tették le az alapkövét a Homet Köfém új gyártócsarnokának az albaipari zónában. A gyártás itt várhatóan 2025 első felében kezdődhet meg. Mint azt a cég vezérigazgatója mondja, olyan speciális kerekeket gyártanak majd a haszongépjárművek számára, amelyek nem csak a legerősebbek és a legkönnyebbek a piacon, hanem a karbantartásuk is a legegyszerűbb. A kapacitás bővítéssel 80 új munkahelyet teremtenek. Ez egy olyan kerék, amelyet speciális felületkezeléssel látunk el, amely lehetővé teszi vevőinknek, felhasználóinak, kamionsofőröknek, hogy a kerékre rakodott szennyeződéseket egyszerűen távolítsák el mindenfajta vegyi anyag használata nélkül. Székesfehérvár polgármestere a fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, a cégnek és ennek a beruházásnak is köszönhetően a város őrzi innovációs, valamint gazdasági szerepét hazánkban. Cserpalkovics András hozzátette, a vállalat és a megyeszékhely számára egyaránt előnyös a kapacitásbővítés. Az, hogy valaki idehoz egy üzemet, egy beruházást, ez fontos. De amikor újra és újra ezt bővíti, újabb és újabb technológiával fejleszti, akkor az már nem egy bizalom, hanem az már tény. Azon a tényen alapul, hogy minden szempontból jól érzi magát az adott vállalat, és annak a közössége, és a döntéshozók, a tulajdonosok, akár a világ másik végén pedig úgy érzik, hogy érdemes ide befektetni. Érdemes Magyarországba, magyar gazdaságba, egy magyar gyárba, és azon belül Székesfehérvárra. A város országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, szinte nincs olyan család Székesfehérváron, akit ne érintett volna, vagy ne érintene ma is a Köfém működése. Varga Tamás hangsúlyozza, az, hogy 50%-kal bővítik a gyártókapacitásukat, már nem csak a helyieknek bír kiemelt jelentőséggel. A székesfehérváriaknak fontos ez a cég bármilyen nevet is viseljen hosszú-hosszú évek, évtizedek óta, és ezért köszönettel tartozunk a döntéshozóknak, hogy ismét Székesfehérvárt választották. Nem először, és itt épülhet fel az új üzemcsarnok. A külügyminiszter az autóipar és az amerikai gazdasági kapcsolatok tekintetében sikerről számolt be. Szijjártó Péter a beruházás kapcsán kiemelte, a 2010-ben indított gazdasági stratégia, fejlesztések támogatása eredményes, hiszen 2022 több szempontból is rekordévnek tekinthető, és idén is hasonló csúcs teljesítményre számítanak. 120 éves hagyománnyal rendelkezik már a magyar autóipar. 2010-hez képest 3,5-szeresére növelte a termelési értékét, és tavaly fordult elő először az, hogy végre elértük az álomhatárt, 10 000 milliárd forint fölé ment az autóipar termelési értéke, sőt 12 ezer milliárdot ért el, és az idei esztendőben novemberig van egy 18%-os növekedés, ami azt mutatja, hogy az autóipar idei esztendőben egy újabb csúcs teljesítményt nyújt. A kerékgyártó vállalat új csarnokát a legmodernebb technológiával szerelik fel. A beruházás 17 milliárd forintba kerül és 5 milliárd forintos állami támogatásban részesül. A gyártás várhatóan 2025 első fél évében kezdődhet meg az új üzemben.